alapul. Pedig valójában az eredete onnan van, hogy Pláton, tehát a híret filozófusunk, szerelmes volt egy diákjába, egy férfi diákjába, de nem volt közöttük sem, és innen híresült el. Tehát valójában, ha szintetizálom, akkor valójában a homoszexualitást is jelölhette egy időben. Bocs, hogy ilyen sokat beszéltem. De ez viszont nagyon érdekes. Ez hogy hogy torzulnak az információk? Hogy azt mondod, hogy harc, és a harc ne jelenik meg, akkor ezek szerint lehet, hogy az ős homoszexualitás végülis a háborúskodás miatt indult. Nem, de hát már úgy értve, hogy idős az hát mert ott azért ez akkor forszírozva volt. A görögöknél jellemzően, bár azért mondom, hogy nem történelmi órát tartunk, hát a római légiókat viszont követték mondjuk a prostituáltak. Tehát azért, a prostituált légiók. Igen, hát a nagyobb hadjáratokon hát végülis örömlányokat alkalmaztak. Különik az a római légióknál meg az volt a törvény, hogy nem házasodhattak. Pontosan azért, hogy ne legyen röghöz kötés, viszont férfiből vannak, tehát de a görögöknél ott megint más volt, mert hát ha ismered a spártai fölállás, a spártai társadalmat, te ismered, mert annak idején beszéltünk is erről, ugye Leonidas kapcsán, milyen, mi szeretjük az ilyen szovjetikus utasokat. Igen, hát ott így alakult ez a történet. Tényleg, egyébként te hogy állsz a homoszexualitással? Már arra értem, hogy most kereszt kérdést, elfogadottnak érzed, toleráns vagy irányába, vagy taszít? Én abszolút elfogadom, sőt annyira elfogadom, hogy a fősuliba volt egy kis közösségünk, egy 4 fő, és abból egy fiú volt, tehát 3 lány, egy fiú, és állatira csíptük egymást, és képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon jóba voltunk, mindenhova jött a srác velünk, szórakozni, együtt kajáltunk, minden. És nem tudom, hány hónap telt el, amikor az egyik barátnő mondja, hogy azért tudod, hogy az Attila. És mondom, igen. De jó, mondom, hát akkor ezért fogadtuk be ilyen hamar. De ezt érted, egy pillanat, most mit nem? Most mit nem érted? Most nem vagyok döbbenve. Haragudj, egy más szexualitással beállítottságú ember, úgy de csúnya magyar mondatot, kezdjük újra. Más beállítottságban gondolkodó szexuális életet élő embernél, ugye, vagy, hát gyerekek, az azonnal lejön. Nekem több hónap kellett, én azt hittem, hogy az egyik barátnőmet, tehát az egyik csajjal, mert ő vele sokkal jobban volt idézőjelben, mint velünk, mert egyfelé laktak, mit tudom én, és én abban voltam, hogy hát ők biztos együtt vannak, vagy hát udvarol, vagy mit tudom én. Tehát én nagyon naivan álltam ehhez hozzá, és utána rájöttem, és utána tök jó volt, mert azért ezt utána így meg is beszéltük, és nyíltán vált, tehát nyilván nem ezzel kezdte, hogy sziasztok csajok, befogadtok, én is a fiúkat szeretem, tehát hogy van egy közös pontunk, hanem utána tényleg valóban az lett, hogy ő ilyen tiszteletbeli nőkörtag lett, és akkor és mennyire örülhetett neki? Nem, hát a nők ezt nem tudom, ismerik, amit az ilyen emberek képviselnek. Tehát egy nőies férfi, mert mondjuk azt, hogy tehát egy meleg férfi, ez valamilyen szépen nőies, igen, az sokkal inkább azokat, tehát egy férfiak között ez sokkal inkább kitűnik, hogyha valaki nem hát biztos, a férfiaságot képviseli, mint egy nő, aki megszokta azt, hogy... Meg tényleg valóban azt gondolom, hogy nem látszódott rajta. Tehát én azért ismerek olyan ismert embereket, aki tényleg lejön a tévéből is, meg szóval abszolút a mozdulatai, a hang, mit tudom én, tehát tényleg leri róla az a fajta energia. Ezen a fiú nem jött le, tehát utána jó. Már lehet, hogy igen, már hozzátettem az ismereteket. Attila pengetett egy dolgot, és ez már a múltkori adásban is felmerült, és akkor sem beszéltük, hiszen most nem fogjuk, mert sosem lehet, hogy ha már a homoszexualitás, hogy abban is vannak szerepek. És hát az a szexualitásban, most legyen az homó, vagy hetero, vagy bármilyen, ott szerepek vannak, és nagyon jól mutatta rá, mert ha már a férfi oldalról közelítünk, ugye minimum van 3, ugye van a hetero, van a bi, meg van a homó, de ezek mind szerepek. Tehát ezt jól pengetted meg, hogy akár ebben is lehet, mint hogy a heteróban is vannak szerepek, méghozzá nem is kevés. Nem? Attila, ugye most már szeretnélek egy kicsit futtatni, mint az Imperiától. Köszönöm, hogy belelám a témába. Tudod, még... Ez nagyon jó. Majd a szerkesztőt megkérjük, hogy engem itt egy fekete csíkkal takarjanak ki. De hát látod? Ez a spontanitásnak az előnye. Attila, én még mindig ugyanott akarok tartani, hogy nekem ugye az van rögzítve veled kapcsolatban, hogy erőteljesen érdeklődsz az észak-amerikai indián kultúra iránt. Nagyon csúnya lesz a kérdés,
Te mit tudsz az ő szexuális szokásaikról, ami egyáltalán publikus? Tehát eltérő mondjuk az európaihoz, vagy az európaihoz? Annyiban eltérő, nem is azt mondom, hogy az európaihoz eltérő, hanem a modern világhoz képest eltérő. Tehát azért a természet közeliben, illetve a természetvallásokkal foglalkozó népek környében, vagy egy dualista világkép van, ott azért nem annyira túl misztifikált, és nem annyira ilyen rózsaszín ködbe burkolt dolog a szexualitás, hanem az élet része teljesen elfogadott dolog. Tehát nem azt jelenti, hogy orgiákat rendeznek, és akkor mindenki mindenkivel, de egy férfi és egy női kapcsolatban ugyanúgy megvan a helye a szexualitásnak, mint mindegyik másnak. Tehát nincs sem előtérbe hozva, se a háttérben szorítva. De jól tudom, hogy nem igazából monogám típusú társadalom volt? Ez is változó. Tehát vannak bizonyos törzsek, ahol azért megvan a monogám, de hogyha fölgel menjünk, tehát az inuit népek fele, ugye már szinte az indiánrokonság, ott ugye az létező dolog, ez az első éjszaka joga a vendégek fele. Tehát, Jus primi noctis, ez a latin megnevezése, tudod, ott a skótokkal szemben alkalmazták. Igen, tehát nálunk is a családfő az a vendégnek, hogy az első éjszakán felajánlhatja a feleségét. Várjál! És föl is ajánlja? Várjál! Hát, felajánlhatja, az is egy más dolog. Hát most azt és hogy élnek is meg is teszi na de ez Mongóliában is megtalálható ugyanez a szokás. Ahol a természet közeli népek vannak, ott azért, mivel hogy nem annyira... De ennek akkor nincs olyan jelentősége, hogy párok vannak, és akkor más, jössz, és akkor más mert érzelmi szinten attól még lehet a párja. Tehát azért nálunk is, Európában is, tehát a keresztény kultúrkörrel jött be ez a az álláspont, hogy csak két emberre tartozik, és senki másra. Tehát ugye a keresztény kultúra előtt, ami volt, ugye a vika, illetve a boszorkány hagyományoknál is nagyon erős szertartás volt a férfi és a nő között a szexualitás. Tehát akár a szeretkezés is egy spirituális történés volt. Most bejött a kereszténység, ami felemelte a férfit és lenyomta a nőt, és onnantól van ez a szexuális hozzáállás, hogy ugye először volt az, hogy csak a gyereknemzés, csak a feleség, és azért még mindig egy eléggé szűk határok között mozog, már nem úgy, mint régen. Látjátok, milyen érdekes, hogy közben szóljak. Elárulok egy apró titkot, igazából nem volt haditerv mára. Tehát egy kicsit spontán ültünk bele, mert én úgy gondolom, hogy a szexualitás önmaga is adja magát ahhoz, hogy lehessen róla tervezettség nélkül beszélni, és milyen érdekes, hogy elindultunk egy ilyen kultúrvonalon. Tehát elkezdtünk, és megint visszatérve, hogy láttam egy picit ugye az értetlenkedés, vagy a megdöbbenést. Igen, hát ha nem a történelem aspektusaiban, csak jelen pillanatban végignézünk a világban, kultúr vagy vallási szempontból, hogy milyen eltérések vannak. Tehát ezt azért mondom, hogy, és most ne sértő, hogy megérte, mert van egy európai jellegű, európai felfogású, hozzáállásod és látásmódod ehhez a dologhoz, de remélem nem fogsz megsértődni, azt mondom, hogy ez egy monogám jellemzően monogám típusú dolog, holott még per pillanat a világban is, és nem csak az iszlámra gondolok, tudod, ahol több. Például a svéd házasság, mit tudtak a svéd házasságról? Ez egy jó kérdés. Ott van a nyitott házasság? Nem tudom. Erre akartam rácsapni. Tudnék, a 70-es és a 80-as években, amikor Magyarországon először így elkezdett próbálkozni ez a fogalom, akkor mindenki azt tudta, hogy az a svéd házasság, hogy van adott házaspár, és nyitottak a világ felé. Tehát mind a ketten mehetnek jobbra. Nem. A svéd házasság arról szól, klasszikusan, hogy párok állnak össze. Kettő vagy három maximum. És érdekes, mert én erről olvastam egy nagyon komoly statisztikai kimutatást, tehát most azt nem mondom, hogy tudományos, de végül is azért szociológusok ezzel sokat foglalkoztak, hogy az ilyen négyes vagy hatos fölállásból szakadékszerű különbség van a kilépés és egy átlag házaspár között. Tehát egy átlag házaspárnál százalék arányosan sokkal nagyobb a félrelépések aránya, mint egy ilyennél. Hát nyilván, mert... Mert megvan az a kis változatosság, meg az a kis huncutkodás, mert azért annak is van izgalma, hogy és nem feltétlenül kell kommunában élni ehhez, de megvan a huncutkodása, hogy vele vagyok, mondjuk az ő feleségével, ő az enyémmel, most drágám, nem rád gondoltam, és akkor még ez is ad egyfajta izgalmat. Tehát nem csak a saját magam által megélt, hogy egy másik nő, hanem vágott, hogy miről beszélnek. És ez sok olyan gőzt, olyan plusz dolgot kiszelepel, ami miatt esetleg más megy jobbra-balra, ész nélkül. Bocs, hogy ilyen
Nem, de nem csak a svédeknél élezhető, tehát távol kellett, mondjuk a japánok fele, ugye a japánoknál is egy teljesen elfogadott dolog a szexualitás. Igen. Tehát ott is azért megvan a monogámia, de mellette elfogadott dolog ugye a kurtizánok. Ha megnézzük a japánoknak úgymond a szexuális kultúráját, tehát akár a rajzfilmek, akár meg a tévés vendégkedő között is van egy-két olyan, amit Európában nem nagyon lehetne leadni a tévében. Tehát ott egy elfogadó dolog, nem fordítanak neki hátra, azt mondjam, az is az élet része, miért ne? De milyen érdekes, megint japán kurtizán, tehát prostituált, elnézést, kurva. Tehát a helyzet a következő, hogy ott is milyen lépcsőzetesen van építve. Mert egy gésa nem azonos egy átlag prostituált. Igen, sokan összekeverik a gésát a prostituáltal, tehát ott pedig is megvoltak a prostituáltak, akik csak ugye a pillanati szükségletre. A gésa az egy énekes volt, az egy előadónő volt, a gésa társalkodónő, ami nagyon fontos, a teaszertartásoknak a mestere. Nem kicsi, ha minden igaz, én még életemben nem láttam élőbe, állítólag 1,5-2 óra minimum. Igen. Egy teaszertartásnál. Tehát nem az angoloknál, hogy plutyasztán szeretsz. Én is. Én egyszer láttam egy ilyet, nem is Japánban, hanem van egy magyar sász, nem tudom, hogy hívják, és ő mutatta be, tehát ő a mestere. Van egy csoport Magyarországon, akiket a teaszertartást gyakorolják, egyébként egy zen szerzetes, egy magyar zen szerzetes, ha jól tudom, a srác, és ő mutatott be egy teaszertartást, és nagyon komoly. Tehát nem mindegy, hogy teszi le a kanalat, nem mindegy, hogy milyen irányba, hogy keveri. Tehát egy abszolút hihetetlen és összetett szertartás. Tehát az tényleg egy szertartás. És mivel ugye bizonyos hírek alapján én foglalkozom mágiával, tehát azt kell mondani, hogy ez megint ugye már maga a mágia. Hiszen ritus van, szabály szerint, mozdulat, ahogy te mondtad, ezzel stimulál magában mentálisan, lelkileg, érzelmileg, sőt még energetikailag is bizonyos helyzete, amit valamire fordít. Igen. Tehát most nagyon profánul azt mondom, hogy ez is egyfajta meditáció a maga módján. Pedig nem révül, nincs lótuszülésben is. Hát a révülni biztos, hogy révül. Tehát, hát attól szívem a tejába. Nem, hát ugye most itt bele lehetne menni, hogy ez a révülésre rácsoptam, az azt mondom az én területem, ugye egy a sámánizmus kapcsán. Tehát ugye a révülés, mondod, akkor már, hogy kihagyjuk. A révülés az semmi más, mint egy megváltozott tudatállapot. Igen. Na most, ha valaki mélyen koncentrálva ugye, beleéri magát a szertartásba, az automatikusan révül is. Tehát egy megváltozott tudatállapotba kerül, és a tea mellett plusz ez a hatás lehet az, ami még fokozza ennek az élményét. Tehát a révülés az szerintem, de ugyanúgy a szexu, tehát a szexuális, tehát két ember szeretkezések között mind a két ember révül. Abszolút. Vagy rémül, tehát vagy rémül, van, de a jobbik esetben révül. Mind a ketten már többször voltatok így ebben a helyzetben, úgyhogy most már tudjátok, hogy mi fog következni. Tehát az a bejelentés, hogy van egy rossz hírem, igen, el kell mennünk egy kis szünetre, és akkor ezt a témát itt folytatjuk, ahol most abba hagytuk. Köszönjük a figyelmet! I see you comb your hair, give me that grin, it's making me...